A következő növényre, ez pedig a Fraximus angustifolia, tehát most rá fogunk térni a kőrisekre. Három kőrist fogunk tanulni, ez a magyar kőris. A díszítőértéke az ugye a habitusa, illetve a bőci lomcsine. Honos a Kárpát-medencében, széles puhkorona, sötét barna rügy. Síkvidéken, vizek mentén, ligeterdőkben is előfordul. Ezt a sötét barna rügyet ezt érdemes megegyezni. Ugyanis ezek alapján fogjuk tudni majd a kőriseket megkülönböztetni, ami nem is olyan könnyű dolog, jó? Tehát, hogyha itt adunk most egy kőrisrágat, akkor ezt a rügyet kell majd figyelni, és igazából a rügyek színe alapján is meg lehet majd őket különböztetni, mert úgy tudunk teljesen bizonyossá válni majd, hogy milyen fajról van szó, jó? A levele általában 9 levélke. Mutassa meg, hogy mit értünk levélkék alatt? Igen, jó? Keskenyek, láncsásak. Ösztől sárgás, vörös, virágvöröses. A virág az jelentéktelen és lombfogadás előtt indik. Itt a habitusát látszik, megint valami óriási fa. Így néz ki a levele. A levelét érdemes rögzítenünk, ugyanis hát azért habitus alapján nagyon, nagyon szerte ágazó. Tehát attól, a fraximusoknál, én azt veszem észre az alapfaj fraximusoknál, hogy az, hogy milyen formát ölt a korona, az nagyon függ attól, hogy hol helyezkedik el, illetve hogy ott milyen zavar van. Jó? Tehát ezt érdemes éppen azért a levelekkel rögzítenünk. Jó? A korona, a régút, tömött tojásdadlom koronája van, össze világspiros, termés nem hoz, ez fantasztikus, jó? Tehát ez persze egy ilyen szubjektív dolog, hogy fantasztikus, tehát ezt azért nem írom a föl. Nyugat-Európában, Észak-Amerikában nagyon sokszor használják, Magyarországon is, csak igazából ugye, hát valamikor a 90-es években, 2000-es években kezdték el telepíteni, és egész egyszerűen még nincsenek, vagy nagyon kevés olyan példány van, ami tényleg hatalmas, és már látszik ugye a gyönyörű szép lombkoronája, hát ezért érdemes megnézni nyugat-európai vagy észak-amerikai képeket róla, mert ott látszik, hogy is néz ki ez a régi út mondjuk 20-30 vagy 40 éves korában. Üzet tátus talajt szeret, mérsékelt szárazságot tűri, jól viseli a fangó ide. A szaporítás módja a neveléséről, annyit az alapfaj lesz magvetéssel, a fajtán téva csipszemzéssel, és sorfának, de szolidernek is alkalmas.